Hello Lúziátok, vagyok, és ez egy nagyon rövid videónak kéne, hogy legyen. Viszont alapból sem vagyok ki nagyon rövid videók esetében. És ez még nehezebben megy abban az esetben, ha fontos témáról beszélgetünk. És most szerintem fontos témáról beszélgetünk. Már hónapok óta mondom, sőt, hónapok óta ti kérdezitek, és nem is én mondom, hogy mikor készül el végre a Patreon oldalam. Az a helyzet, hogy elkészült. Azok, akik esetleg tudják, hogy mi ez, már kattinthatnak is a leírásban lévő linkre, nézegethetik, abban az esetben, ha tetszik nekik valamelyik csomag, akkor már is beleugorhatnak a dologba. Azoknak pedig, akiknek, akiknek ez nem mond semmit, egy kicsit szeretném elmagyarázni, hogy ez az egész hogy működik. A magam fajta tartalomgyártó több különböző módon tud valamennyi bevételre szertenni a tartalmai alapján. Én nem fogom most elmagyarázni nektek az összeset pontosan meg nem fogom az egészet felépíteni. Nagyjából annyit fogok vázolni, hogy értsétek, hogy miért érzem azt, hogy, hogy az én csatornámnak meg nekem a crowdfunding tűnik a legmegfelelőbb megoldásnak. Kezdjük az elején, nyilvánvalóan a legalapvetőbb megoldás az az, amikor a videók meg a streamek mellett megjelennek reklámok, és azoknak a reklámoknak a bevételéből kapunk valamennyi részesedést mi is a felülettől. Ez alapvetően egy ilyen tök jó rendszer, mert senkinek nem kell fizetnie, meg csak néznie kell a tartalmat, ja, ja néha meg kell nézni egy-egy reklámot, de igazából az online tartalom az ingyenes tartalomfogyasztásnak ez vele járója mostanra. Ez már egy egyébként tökre elterjedt és tökre elfogadott Magyarországon is, azonban nagyon-nagyon sok olyan tényező van, ami nem a tartalomgyártó kezében van, és ez igazából nem, nem alakít ki egy egészséges légkört, véleményem szerint az egész körül. Az a helyzet, hogy mivel ugye ez a nagyon szorosan összefüggésben áll, ha nem is egyenesen arányos a, a, megtekintési számmal, tehát hogy a bevétel és a megtekintési szám nagyon-nagyon szorosan összefonódik ebben a gazdasági modellben. Azt kell tudni, hogy nyilvánvalóan mindenkinek az az érdeke, hogy több és 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 több, több megtekintés legyen a videóján. Ami alapvetően egy teljesen jó dolognak tűnik, több logikus dolognak tűnik, ugyanis nyilvánvalóan akkor lesz több megtekintése, hogyha jobba tartalom. Sajnos ez azonban nem feltétlenül igaz, és nagyon-nagyon sok tényező módosítja ezt útközben, amit, uh, amit egyszerűen figyelembe kell venni. Különböző uh, YouTube algoritmusok, mit támogat éppen, mit nem, most a gaming éppen preferált tartalom a YouTube-on, a gaming, amit, amit, én csinálok általában, az, az éppen nem preferált tartalom a YouTube-on, uh, vagy hogy ez az egész, ez az egész, egész így egy kicsit ilyen sédi, és abban az esetben, hogy ez nem is lenne benne, nem lennének különböző euh, algoritmusok, amik még esetleg beleszoljanak a rendszerben, akkor is egy nem feltétlenül teljesen egészséges rendszert alakít ki, ugyanis nyilvánvalóan az ember mindig igyekszik, levágni a kanyarokat, talán ez a helyes kifejezés erre, és, és, alapvetően, mivel ismerjük, hogy hogy működnek a nézőink, meg ismerjük, hogy hogy működnek a YouTube nézői, ezért lehet készíteni clickbait címeket, clickbait stilképeket, játszhatjuk csak azokat a játékokat, amik egyébként felkapottak, abban az esetben is, ha nem feltétlenül a mi stílusunk, és végeredményében egy az eredeti tartalmunktól, meg az eredeti személyiségünktől eltávolodott tartalomra kényszerít és hajt ez a rendszer. Nyilvánvalóan ez, ez nem, nem 100%-ban történik ezen az úton, nem 100%-ban ezek a következményei, azonban nagy általánosságban nagyon-nagyon erős munka az, hogy ne így történjen a dolog. Másik gazdasági modell az nyilvánvalóan az, amikor közvetlenül együtt dolgoztok a reklámozókkal, megkeresíteket egy cég, hogy reklámozzátok a, a szolgáltatását, az eszközeit, a, a bármit igazából, amivel ő foglalkozik, és ehhez megszabtok egy összeget, ami általában egy videókénti összeg. Ez megint csak egy tök jó rendszernek tűnik, mert alapvetően olyan, Lehetőségeket nyit meg a tartalomgyártóknak, ami amúgy nem érhető el. Ugye nyilván van a reklámbevétel, ez csak ilyen, ilyen, ilyen pár tized cent, meg így pár, jó, jó, jó sok ezer emberenként jön össze egy valódi összegbe. Tehát az nyilvánvalóan ö, lehetőséget teremt bizonyos dolgokra kifizetni az internetet, streamel, a streamelést valamennyire támogatni, bármi esmi. Azonban nagyobb beruházásokra, jobb kamerákra, komplexebb projektekre, ha már menni kell valahova, vagy bármi esmi, akkor arra alapvetően Magyarországon nem megfelelő. Ez a másik gazdasági modell, amikor közvetlenül látok a, szolgáltatóval, vagy gyártóval, vagy marketing céggel, vagy bárki esmivel, ez nyilvánvalóan sokkal tágabbra nyitja a kapukat, és, és, és tök jó együttműködéseket lehet belőle összehozni. Nagyon-nagyon király dolgokat lehet ebből csinálni, abban az esetben, hogyha az adott tartalomgyártó figyel arra, hogy olyan együttműködésekbe menjen bele, amik, amik valóban illenek a csatornájához, amik, amik valóban illenek hozzá, és amikhez legalább bármi köze van. Vagy, ha nincs is köze hozzá feltétlenül, de meg tudja találni benne, hogy miért lenne az érdekes a nézői számára. Azonban nyilvánvalóan ennél a modellnél sajnos folyamatosan ott lebeg a kassa az ember fölött, ugyanis nem közvetlenül azoknak felel, akiknek tartalmat gyárt. Tehát én teszem azt, nektek csinálom a videót, de ha van egy megrendelő, akkor a megrendelő valamilyen formában nyilvánvalóan módosíthatja azt a tartalmat. Nyilván a megállapodástól függ, hogy mennyire, Nyilvánvalóan ez a videós vagy tartalomgyártó karakánságától függ, hogy ő most beleáll -e abba, hogy nem lehet ilyet, vagy nem áll bele. És nyilván egyébként az adott tartalomgyártók helyzetétől is függ, mert ha teszem azt, már ebből él, és abban a hónapban nincsen semmi más együttműködése, akkor simán lehet, hogy bevállal olyat is, amit egyébként nem feltétlenül kéne. Ö, nyilvánvalóan ezek mindegyik ilyen kétérű fegyver, és egyébként valamilyen formában természetesen az utolsó is az, aminek bevallom az elmúlt egy, egy év vagy fél, fél egy évben hatalmas rajongójával nőttem ki magamat, ami nem más, mint a crowdfunding, ami azt jelenti, hogy a közösségi támogatás. Ez nagyon-nagyon röviden összefoglalva azt jelenti, hogy azok, akik szeretnének és akik meg tudják tenni, azok támogatják a csatorna munkásságát, vagy támogatják az alkotó, támogatják a művészt. Ez nyilvánvalóan nem csak online tartalomgyártásban működik, ez működik a festészetben, a, zenék, a zenészek életében, ez nagyon sok helyen működik. Szóval azok, akik meg tudják tenni, és meg is akarják tenni, azok támogatják a tartalomgyártót, és akik nem tudják, vagy nem akarják, vagy bármi ilyesmi, azok meg egyszerűen nem. Nyilvánvalóan a nagyszámok törvénye alapján. Egyszerűen összejöhet már ebből egy szintén szignifikáns összeg, ami olyan lehetőségeket tud nyújtani egy magamfajta videó számára, amit egyébként nem feltétlenül tudnék összekaparni szimplán a bevételekből, vagy nem feltétlenül tudnék összekaparni olyan együttműködésekből, amiket nem vállalnék el százezerékosan jó ízűen. Ennek a közönségi támogatás vonalnak is egyébként van már Magyarországon tökre elfogadott verziója, ami nem más, mint a streamek alatt felugró donét. Tudjátok, amikor valaki úgy dönt, hogy ú, most ebben a hónapban egy dollárt mondjuk, vagy 5 dollárt így el tud bírni a családi kassa, ha esetleg kikerül belőle, úgyhogy ezt most elküldöm a tartalomgyártónak, írok mellé egy üzenetet, hogy felolvassa jobb esetben, és, és akkor igazából a végeredmény az, hogy, az, hogy mindenki boldog, valamivel támogatta a tartalomgyártót. A Patreon az majdnem pontosan ugyanilyen, annyi a különbség, hogy nem egyszer mondod azt, hogy á, én most akarok dobni egy eurót, hanem be lehet állítani, vagy dollárt, attól függ, hogy melyik rendszer mit használ, be lehet állítani egy havi fix összeget. Tehát teszem azt, te tudod magadról, hogy nagyon-nagyon szeretnéd támogatni a munkásságomat, mert nézed 2011 óta, mert, mert, mert egyébként jól szórakozol rajta, akkor mondhatod azt mondjuk, hogy Mondjuk egy, egy dollár, az nekem nem hiányzik ö, minden héten, minden, minden hónapban, és, és egyszerűen beállíthatod, hogy szépen automatikusan az, az, az pörögjön. És az a helyzet, hogy nyilvánvalóan most mindenki megrántja a vállát, psz, egy dollár, hát mit számít, egy dollár? Abban az esetben, hogyha az ember teszem, a sokan nézik, és sokan gondolják úgy, hogy ők szeretnék támogatni a tartalmukat, tartalmát, akkor, akkor azokból nagyon-nagyon komoly összegek összejöhetnek. Nyilvánvalóan, ha te, mint néző, teszem azt éppen most csöppentél először a csatornámra, akkor ez abszolút nem neked szól. Ha úgy érzed, hogy te ezt nem, ebben nem szeretnél részt venni, akkor ez abszolút nem neked szól. Ez, ez nem egy ilyen kötelező dolog. Nem rakjuk egy paywall mögé a tartalmakat, nem rakjuk egy fizetős fal mögé, mint mondjuk egy előfizetős rendszer esetében. A rendszer maga úgy működik, hogy különböző tírek vannak, ezek a tírek terjedhetnek az 1 dollártól a 100 dollárig az én esetemben, de ezt mindig a tartalomgyártó határozza meg. Nyilvánvalóan, gondolom, mondanom, hogy a 100 dollár az egy vicc, olvassatok el mellett a szöget, rá jönni ti is. Üm, és, és az ember eldöntheti, hogy ezek közül szeretne-e bármelyiket alkalmazni, és szeretne bármelyik összeget küldeni a videósnak, és hogyha igen, akkor melyiket. Én pedig ettől a felülettel egy eszközt kapok arra, hogy kezeljem azokat, akik úgy érezték, hogy szeretnék támogatni a munkámat, és meg tudjam hálálni igazából valami aprósággal, vagy kevésbé aprósággal azt, hogy ők, hogy ők igazából így a csatorna mögé állnak, és, 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 ennyire fontosnak tartják azt, hogy, hogy egyáltalán a munkásságom létezni tudjon. Ezek az ajándékok az én esetemben. Nagyjából a köszönöm szépen től a Minecraft szerveren való játékig, és és különböző pólókig terjednek. Nyilvánvalóan, ha mondjuk egy zenész Patreonjára tévednétek rá, vagy egy festőjére, akkor az ő esetében teljesen más rewardokat találnátok. Én most nem szeretném ezeket pontosan felsorolni, ugyanis nyilvánvalóan ezért van a link, és ezért tudtok oda elmenni, és szépen megnézegetni, hogy, hogy mik azok, amiket, amiket én ki tudom fejezni a hálámat. Ezek azok, amik, amikre lehetőségem van igazából. A Patreon összerakása közben egyébként nagyon-nagyon konkrét elképzeléseim voltak azokról a dolgokról, amiket én szeretnék megtenni, amiket én nem szeretnék megtenni, amiket teszem azt más tartalomgyártók, akik máshogy gondolkoznak, azok, azok, elkép, tehát azok jó ötletnek tartják, de teszem azt én nem. Ilyen például egyébként bármilyen videótartalom Patreon fal mögé rakása. Tehát, hogy nagyon elterjedt például egy külön podcast indítása csak a Patreonoknak, vagy bármi ilyesmi. Én bevallom őszintén, ebben nem hiszek, én nem szeretnék, én úgy szeretném meghálálni a Patreonok támogatását, hogy közben nem veszek el azoktól, akik vagy nem szeretnének, vagy nem akarnak támogatni. Mert mind a kettő tényleg teljesen elfogadható dolog. Egyetlen egy talán olyan kivétel van, ami súrolja ennek a határát, ez nyilvánvalóan a Minecraft szerver, azonban ez sajnálatos módon azért alakult ki így, ugyanis a Minecraft szerver fenntartása és a Minecraft szerver üzemeltetése az egy nyílt szerver esetében szinte elképzelhetetlen teher, mármint egy olyan nem egy, nem egy elképzelhetetlen teher, mert egy több emberes csoport nyilván meg tud vele birkózni, de én jelen körülményeim között esélytelen lenne, hogy megbírkozzak vele. Jelenleg, ami elképzelésem van egyébként ezzel a Minecraft szerverrel kapcsolatban, ez egy egyszerű vanilla szerver, amire csak eredetivel lehet felcsatlakozni, és az emberek az egymás iránt érzett tiszteletük, illetve a szerver iránt érzett tiszteletük miatt nem fogják szétverni egymás cuccait, hanem inkább egy ilyen közösségi közösségi rendszer alakul ki, ahol teszem azt, van középen egy láda, ahova pakolhat mindenki vasat, vagy van teszem azt egy, egy vasfarma, honnan lehet venni, vagy egy guardian farm, amit valakit megépítettek, mert viccesnek tartottak, de alapvetően nem csak az övék az, ami ott termelődik. Szóval értitek, én egy ilyen közvetlen, közvetlen felületet szeretnék kialakítani, és az a helyzet, hogy ez csak úgy lehet megcsinálni szerintem, hogy vagy egy nagyon-nagyon komoly plugin szabályozásokkal bármi ilyesmi, ami szintén nem értek, és nem is akarok feltétlenül érteni, vagy pedig egy vagy pedig egy nagyon-nagyon kis létszámú szerver esetében. Én ezt a második utat látom az én esetemben elképzelhetőnek, de nyilvánvalóan értitek. Tehát ez csak egy példa azok közül, amikkel, amikkel meg tudom hálálni a segítségeteket. Ez a Patreon felület még egy nagyon erős eszköz ad a kezünkben, ami nem más, mint különböző gólok meghatározása. Meg lehet határozni különböző gólokat, hogy ha elérünk egy ekkora összeget, akkor ezt csináljuk, ha elérünk egy akkora összeget, akkor azt csináljuk, ha elérünk egy valamekkora összeget, akkor meg valami más fogunk majd csinálni. Nyilván valami érték ezeket logikusan összerakva. Ezt az én esetemben szeretném a saját egyik legnagyobb gyengeségem ellen fordítani, és eszközként használni azt, hogy a saját úgymond problémáimat leküzdjem, ami pedig nem más, mint hogy sajnos nagyon-nagyon sok esetben, jó, ez alapvetően nem feltétlenül probléma, de nagyon-nagyon sok esetben nyilvánvalóan nem a YouTube-ot Priorizálom a többi munkával szemben, mert teszem azt, a többi munkából fizetjük a lakást, abból veszük a kenyeret, abból, értitek. Tehát, ha azokat nem csinálom meg, akkor az biztos, hogy nagyon komoly kárát látja az életem. Jelenlegi helyzetben viszont, hogyha a YouTube-ot nem csinálom meg, akkor a lelkem látja komoly kárát, amit viszont így a mindennapokban az ember hajlamos egy kicsit háttérbe rakni. Én úgy szerettem volna összeállítani ezeket a gólokat, hogy mindegyik abba az irányba lögdössön, abba az irányba kényszerítsen engem, hogy a tartalomgyártásomat vegyem komolyabban. Erre gyönyörű példa például az, amikor tehát, hogy nagyjából ilyen góljaim vannak, hogy, hogy vállalom, hogy minden héten lesz egy vágott videó. Amit nyilvánvalóan aki követi a csatornát régóta, az tudja, hogy egyáltalán nem teljesült. Egyáltalán nem teljesül jelenleg. Vagy egy adott összeg elérésénél vállalom, hogy biztos, hogy van a Minecraft streameken kívül még kettő stream. Ez mostanában, az elmúlt pár hétben azért egészen jól sikerült, azonban pontosan tudom magamra, hogy amikor be fog ütni a play Uh, akkor, uh, akkor egyszerűen rosszul fogok priorizálni, nem rosszul fogok priorizálni, de nem a YouTube javára fogok priorizálni, és akkor már esélytelen lesz, hogy teljesüljön, viszont, uh, viszont hogyha megígérem, hogy teljesül, akkor meg fogom találni rá az időt, egyszerűen úgy egyébként, hogy teszem azt, azt a táblázatot, leadom egy órával később, vagy kettő órával később, vagy úgy kalkulálom az időmet, hogy nehogy véletlenül pont a stream idejére csúszson rá. Mert igazából nem az a helyzet az életemben, hogy ne lenne feltétlenül időm a dologra, hanem az, hogy hajlamos vagyok bevállalni hirtelen feladatokat, tehát amikor így jön így valami, hogy úristen, most azonnal kell csinálni, és pontosan tudom, hogy nem akarom megcsinálni azonnal, de mivel jó mindegy, csak streamelni akartam, ezért elmegyek is megcsinálom. Pedig azon, hogy feladat megcsináltam, lenne másnap is. Szóval értetek, ilyeneket fogok kikoptatni, remélhetőleg ezzel. Tehát mit tudom, hogy vállalok két streamet, vagy vállalok három streamet, vagy a két vágott videót, és, és nyilvánvalóan így ahogy szépen haladunk felfelé, úgyhogy bevallom őszintén én egy ilyen, én ezt egy ilyen, ezt, ezt az egész Patreon dolgot, ezt, ezt egy ilyen sarkalló erőnek szánom, leginkább saját magamnak. Nyilvánvalóan nem fogom azt mondani nektek most itt egy kamerában, hogy minden Patreonon bejött dollárból, forintból, a csatornát fogom fejleszteni, mert ez nem igaz. Nem is működhet így. Alapvetően, mivel már nagyon-nagyon régóta csinálom, és mivel már alapból is nagyon sok pénzt költöttem erre a dologra, ezért a technika egy bizonyos szintjén állok. Nyilván nagyon-nagyon megkönnyíti az, hogyha teszem azt, nagyobb gazdasági lehetőségeim vannak, amikor mondjuk a gépet kell cserélni. Nyilván megkönnyíti az, hogy mondjuk a lámpák cseréjére, kamerák cseréjére, vagy bármi ilyesmire, játékok beszerzésére. Uh, hogyha van esetleg egy olyan anyagi fedezet, amiből ezt meg tudom tenni. De az a helyzet, hogy ezt eddig is megtettem. Megtettem az egyéb bevételeimből, megtettem, megtettem mindenből. Nyilvánvalóan, ha ezt olyan a felületen a támogatásomat választjátok, akkor az uh, az egyszerűbbé teszi az életemet, kevésbé terhelővé teszi a dolgokat, és kevésbé stresszessé teszi a dolgokat, mert, mert nem kell aggódnom azon, hogy most mennyi a YouTube bevétel, mert nem kell aggódnom azon, hogy most milyen dílekkel közelítenek meg, mert nem kell azon stresszelnem, hogyha mondjuk egy deal nem sikerül annyira jól, akkor vajon kibekkel nekem mögül -e? Szóval értitek, ez alapvetően leginkább erről szól, és nyilván elképzelhető, hogy kialakul az a helyzet, hogy ebből az összegből a lakbéremet fogom befizetni, azonban véleményem szerint ez pontosan annyira a csatorna érdekeit szolgálja, mintha vennék egy jobb webkamerát. Ami még egy érdekes kérdés lehet ezzel az egész dologgal kapcsolatban, hogy nyilvánvalóan azok, akik követik a csatornát, azok tudják, hogy van jelenleg több különböző közösségi támogatási forma, amit már jelenleg is használok. Ilyen például az egyik ugye a donation rendszer, ilyen például a, a nemrég bevezetett sponsor rendszer itt YouTube-on, az egy fix összegű támogatás gyakorlatilag. Én véleményem szerint mindegyiknek más a jellege, és mindegyiknek más a jutalma is, vagy mindegyiknek más az, amivel meg tudom hálálni nektek, hogy teszem azt, vála azt választottátok. Úgyhogy én személy szerint nem érzem azt, hogy, hogy ez, ez probléma, hogy egymás mellett fussanak, viszont ti nyilvánvalóan gondoljátok át azt, hogy melyik esetében micsoda, mivel tudom meghálálni a dolgokat, és hogy nektek azok közül melyik tetszik jobban, melyiket szeretnétek követni. Én bevallom őszintén ezt semmilyen forrában nem, 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 akarom megkötni, és nem is akarok kikapcsolni már használt módszereket, azért, mert most van egy új, és mindenki menjen át arra az újra. Ha valakinek azt tetszik, amit eddig használtam, akkor nyugodtan használja azt. Én, uh, én igazából örülök annak, hogy, hogy úgy érzi, hogy, hogy, ő szeretné támogatni a munkásságomat. A videó végét pedig nyilván van az az nem amit már nagyon-nagyon sokszor elmondtam a videóban. Mindenkinek köszönöm, aki esetleg úgy érzi, hogy szeretné ilyen formában is támogatni, azonban alapvetően mindannyiótoknak köszönöm, hogy követitek a csatorna munkásságát, és nem csak azt, hogy követitek a csatorna munkásságát, hanem azt, hogy az évek alatt sikerült kialakítanunk egy olyan közösséget a csatorna körül, akik, akiknek egyszerűen örömtartalmat gyártani. Nagyon-nagyon kevés az olyan jellegű komment, ami, ami az embert lehúzná a mocsárban, a mocsárban a streamek alatt nagyon-nagyon rendben van a közösség, függetlenül attól igazából, hogy milyen korba tartoznak éppen a nézők, legyenek akár a legfiatalabb korcsoportban, legyenek akár, legyenek akár idősebbek. Ténylegesen azt köszönöm a leginkább, hogy egy olyan, hogy egy olyan csapat vagytok, akik, akiknek tényleg jó tartalmat gyártani, és, és innentől kezdve minden, ami, amire esetleg lehetőségetek van, az csak extra. Nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok, nem csak erre ismét találkozunk. Sziasztok! Link a leírásban, by the way.